Szeretettel köszöntelek benneteket. A mai napon Judit az én vendégem, akivel már kellett volna, hogy mi találkozzunk, de ez a találkozás a mai napig váratott magára. Közös barátnőnk lévén sikerült nekünk most összetalálkozni, hiszen ugye kerestem olyan embereket, akik a halál fogalmával kicsit közelebb hozzák nekünk ezt a témát, tehát tudunk róla beszélgetni. Így hát köszöntelek téged szeretettel. Én is köszönöm a meghívást. Hogyha egy pár szóval bemutatnád magad. Horák Judit vagyok, Vácon az Irgalmas Rendi Kórházban dolgozom, a VIP szint osztályos nővére vagyok, 4 kolléganővel dolgozom a szinten, a profilunk krónikus belgyógyászat, általában ugye idős emberek érkeznek hozzánk, van, aki haza tud menni, vagy idősek otthonába el tudjuk őt helyezni, de hát ugye van, aki az utolsó pillanatig velünk van, és mi kísérjük őt az utolsó útjára, mi fogjuk a kezét, mi vagyunk vele végig. Mikor szembesültél először a halállal? Mikor elkezdtem dolgozni, 17 éves koromban volt az első élményem, amikor egy néni elhunyt, és a kolléganővel menni kellett a tisztelet megadásával rendbe rakni, és az utolsó útra felkészíteni. Ezt hogyan élted meg? Megrázó volt? Igen, számodra? Nagyon nehezen. Azért egy 17 éves fiatal lány voltam, aki először találkozott azzal, hogy valaki elhunyt. Ugye a családban volt ilyen, de akkor már csak a végét, tehát úgy a végét látjuk, hogy ugye már csak a búcsúzásnál vagyunk ott a ravatalozóba. Ez egy egész más megközelítés volt, hogy én lefoghattam a szemét. Tehát az egy, igen, nagyon nehezen éltem meg az elsőt. Az első nagyon megérintett. És akkor ez így végig kísérte a te életedet? Igen, hát kisebb-nagyobb megszakításokkal azért én 30 éve már így a szakmában vagyok, és nyilvánvaló megszokni vagy hozzászokni nem lehet, de az ember tudomásul veszi, hogy születünk, meghalunk, és ez az életrendje. A te osztályodon többnyire milyen betegek találhatók? Hát krónikus beteg. Ez mit foglal magába, hogyha valaki nem tudná? Deselégtelen, szívelégtelen, érrendszeri betegségek, magas vérnyomás betegségek, daganatos betegségek. Minden belefér, ami már ugye időskorban elfárad a szervezetünk, a szerveink, és nyilvánvaló, hogy... Tehát akkor csúnya szóval, akik menthetetlenek. Igen. Amikor oda bekerülnek hozzátok, ők tudatában vannak annak, hogy valószínűleg hogy ott fejezik be az útjukat? Aki még mentálisan itt van, azt tudja. Azt tudja, hogy már haza nem megy, mert nincs hozzá tartozója esetleg, tehát hogy már eltemette ő a saját családtagjait, és mi vagyunk az utolsó, akikkel még tud kommunikálni, és illetve vannak azok, akik demensen, tehát ez is időskori megbetegedés, a demencia, tehát akik nem is tudják, hogy mi történik körülöttük. Akkor itt is egy hatalmas lelki erő kell, amiről tanúbizonyságot teszel nap, mint nap. Igen. Egy-egy eltávozáskor fáj a te szíved azért a személyért? Van olyan, akit megszeretsz? Nem lehet megszeretni, tehát ez az első, és szerintem a legfontosabb, hogy ápolónő vagy, de nem engedhetsz közel, mert akkor nagyon megvisel. Nem engedhetsz közel beteget magadhoz, hogy a lelkedet megérintse, mert akkor nagyon fáj, és vele halsz. Mondjuk maradjunk egyelőre annál, aki mentálisan még épp. Ők mondjuk amikor érzik, hogy itt van a utolsó óra, utolsó pillanat, utolsó napok, kérnek tőled, vagy tőletek olyanokat, hogy fogjátok a kezét, vagy hogy kísérd őt át azon a bizonyos kapun? Ilyet nem kérnek, de azért ugye mi látjuk. A halálnak van egy élettani, és van egy pszichés változás, amit az ember tapasztalatai révén már észrevesz, hogy ott közeledik, és hogy az sajnos be fog következni. Van, aki teljesen bezár, tehát így, hogy még
tiszta a tudata, és van olyan, hogy teljesen bezár, hogy senkivel nem akar, se családtaggal, se velünk, teljesen elutasító, és van olyan, akiről te beszélsz, hogy igen, hogy kéri, néz rád, ha nem tud kommunikálni, de néz rád, és valahogy jelez a szemével, hogy ülj oda és fogd a kezét. Az én szintemen 16 beteget látunk el, egy nővér van nappal, egy nővér van éjszaka. Sajnos azért arra nincs idő, hogy mindenkit végigkísérjünk, amíg le nem hunja a szemét, amíg át nem lép, de igyekszünk, hogy azért ott legyünk, és a fájdalmán könnyítsünk, mert ugye ilyenkor van úgy, hogy felerősödnek a fájdalmak, akkor azt is egy tapasztalt nővér látja, hogy ott fájdalomcsillapító kell, vagy éppen egy jó szó, vagy megsimogatni az arcát, és azt mondani, hogy jó lesz, és hogy menjem. Minden személy, minden ember természetesen teljesen más. De vannak olyan történetek, vagy nálatok többségében, mondjuk maradjunk még mindig a mentálisan épeknél, többségében többször előfordul, hogy a halál közelettével elkezdnek mesélni az életükről. Igen. Tehát, hogy visszaemlékeznek, felidézik, elmesélik. Van ilyen, igen. Igen. Van ilyen, hogy mi volt a férjével, vagy éppen a feleségével, a gyerekekkel. Igen, igen, mesélnek, de ők menet közben is mesélnek. Amikor ez már felerősödik, hogy érzi ő is, akkor van úgy, hogy mondja is, hogy Juditka, én már nem sokáig leszek itt. Van olyan történeted, ami ezen kívül, ugye az első eseten kívül, ami úgy nagyon szívedhez nőtt, bár nem szabad, hogy oda nőjön, de mégis, hát ugye ezt nem lehet elkerülni. Van olyan, ami végigkísért téged, ami örökre beléd ivódott? Hát az még nem itt történt, hanem az Irgalmasendi Kórház előtti munkahelyemen, a Kék Duna idősek otthonába, az egy magánszociális otthon, vagy magánidősek otthona, oda bekerült egy, nem mondok nyilvánvaló nevet, de a Magyarország leggazdagabb emberei közül egy egész jó helyet foglalt el az úriember, aki bekerült. És ott nem én, hanem a kolléganőmet érintette meg nagyon, és ő fogta a kezemet, hogy Judit, segíts rajta. Tehát, hogy az úgy valahogy közel került, mert láttam, hogy a kolléganőm nem tartotta be a szabályokat, közel engedte magához a beteget, és leginkább őt viselte meg, de ezáltal ugye engem is, mert én is részese lettem, hogy segíts, ments meg, csinálj vele valamit, hogy ne halljon meg. Hát erre mondják azt, hogy ugye csodát tenni nem tudunk, akinek menni kell, az sajnos azon már csak segíteni tudunk, hogy könnyebb legyen neki. Alapesetben hiszel a csodákban? Nem. Akkor nem is láttál csodákat? Még nem. Gyógyulásra gondolsz? Most még igen, annál a területnél maradva. Hát nem, mert én látok, tehát laborérték, bármit látunk. Nem, én még nem, csodát nem tapasztaltam, hogy valaki meggyógyult volna egy gyógyíthatatlan betegségből. Véleményed szerint, ha valaki gyógyíthatatlan beteg lesz, és most félretéve itt a realitás talaját, elképzelhetőnek tartod, hogy saját magát betegíti meg az illető? Keserűséggel, igen, bánattal, igen, önemésztéssel, önpusztító életmóddal? Igen. Térjünk vissza oda, hogy amikor lehunják a szemüket, mit tapasztalsz akkor, hogyan éled meg? Tehát amikor tudod azt, hogy jön a vég, ott van az a beteg, aki elmenni készül. Szembesülsz-e azzal, hogy ők hívják a szeretteiket, megszólítanak másokat, tehát még mindig a mentálisan épnél tartunk, tehát akikkel lehet beszélni. Ja, hogy kérik, hogy jöjjenek be, hogy búcsúzzanak el, vagy már ott van abban az állapotban, és hogy ő beszél-e valakivel? Menni készül, és hogy áll valaki az ágya szélén. Igen, tehát ez is egy nagyon érdekes, ez is ugye, aki több éve benne van a szakmában, az látja és érzékeli, hogy egy pontra fókuszálnak fölfelé a betegek ilyenkor.
tehát olyan, mintha plafont néznék, és ott kommunikálnak. Aki tud, tehát hogy azért egy halál közeli, tehát aki már annyira közel van a halálhoz, az már nem kifelé kommunikál, hanem befelé, és csak nézi, és látjuk rajta, hogy kommunikál valakivel, de nem hanggal. Tehát, hogy látja és érzi, hogy hívják őt. Igen, ez nagyon sok betegnél előfordul, hogy tehát amikor már látjuk azt, hogy fekszik, és egy pontra fókuszál fel a plafon, egy sarok, egy bármi, akkor ott már tudjuk, hogy a kommunikáció folyik. Hiszel a halál utáni életben? Hű, ez egy fogós kérdés. Én még nem tapasztaltam, hogy bárki visszajelzett volna nekem édesanyám meghalt, és én még őt sem, álmaimba igen, de úgy, hogy érezzem, hogy igen, úgy nem. Úgyhogy ezért az én válaszom nem. Amikor elmennek ezek a betegek, tehát eltávoznak, te mit látsz az ő arcukon? Miután leunyták a szemüket? Változó. Van, aki békésen tud meghalni, van, aki elalszik, keveseknek adatik meg, de van, aki szépen elalszik, behunja a szemét, és mintha aludna, és van, akin azért a fájdalom az arcán ott marad. Osztod azt a véleményt, hogy akik várnak valakit, élő szemét, hogy el akarnak köszönni, és nem jön, akkor az nehezebben megy? Nehezebben megy el. Így van. Az igen. Az így van. Azt a véleményt is osztott, hogyha mondjuk valakivel nézeteltérése volt, és nincs meg a megbocsátás, akár az ő részéről, akár a szerette részéről, ez is nehezíti nehezebben. A kilépést? Nehezebben, igen, igen. Van olyan beteg, aki hónapokig agonizál, hónapokig haldoklik, mert nem tudja helyrehozni, nem tudja. Nem jön be hozzá tartozó, külföldön él esetleg a fia, lánya, és nem tud személyesen elbúcsúzni tőle, vagy éppen a megbocsájtást. Tehát, hogy mind a kettejük részéről meg legyen ez az elengedés, hogy menj nyugodtan, és nem haragszom. Igen, az tovább, igen, sokkal tovább szenved, mint az, akinek tiszta lelki ismerete, minden hozzátartozó volt bent, van olyan, akik várják is, tehát, hogy addig nem tud. Volt például olyan, hogy kint dolgozott Ausztriában a néninek a fia, és ugye hívtuk őt, nekünk ez kötelességünk, hogy amikor valakin látjuk, hogy nyilvánvaló ez egy héttel, két héttel előtte már látjuk, ugye ennek vannak, tehát, hogy folyadékot nem vesz fel étel, tehát, hogy ennek megvan az élettani, és a pszichés folyamat, hogy egy haldoklás az hogy van. Tehát látjuk, hogy amikor már nem eszik, amikor már fekszik, amikor már úgy semmi igazán nem érdekli őt. Nyilvánvaló, hogy tehát az értéke is vérnyomás esik, stb. Tehát, hogy a légzése lassabb lesz, kicsit pihegősebb. Akkor nekünk hívni kell a hozzátartozót, hogy most jöjjön be. És volt olyan néni, aki itt megvárta a fiát, addig, amíg oda nem ér. Megvárta, és ahogy ott volt, fél óra múlva el tudott menni. Olyan történetek vannak nálatok, amikor önmagukat hibáztatják. Tehát amikor számot vet az élete felett. Tehát ugye, hogy volna másképp? Igen, hogy közeledik az utolsó idő, és hogy akkor elkezd azon keseregni, hogy hol rontott el, mit kellett volna másképp, hogy ennek tulajdonítja, hogy ő idáig jutott. Így ilyen nagy megbánások, meg ilyesmi, az én betegeimnél, akiket én ápoltam, ilyen nem volt. Az volt, hogy mondta, hogy mi lett volna, ha akkor így, vagy hogyha nem engedem el a fiamat, lányomat, nem engedem, vagy hogyha elengedte, és messzire ment, például volt akinek Svájcba, hogy most milyen jó lenne, ha itt lenne, inkább ilyenek voltak. De az, hogy most életében, hogy férjhez ment, vagy tehát, hogy ilyenek, vagy megnősült, vagy hogy pont ahhoz a személyhez ment férjhez, vagy éppen. Tehát, hogy ilyenek nem, hogy ilyen nagy megbánások voltak. Szerintem ezt leginkább nem velünk akarnák ezt megosztani, hanem inkább magukba zárják. Tehát számunk azért mi idegenek vagyunk, úgymond, hiába, hogy mi vagyunk ott velük, de mégis azért ennyire kiadni magukat nem szokták. Nem.
És többnyire mi az, amit te látsz, hogy amikor bekerülnek hozzátok, és tudják, hogy akkor valószínű, hogy itt fogja utolérni őket az utolsó pillanat, hogy ágálnak ellene, vagy elfogadóak többnyire? Haza szeretne mindenki menni. Tehát ezt tudom mondani, hogy minden betegnél ez van, hogy otthon akarok. Volt olyan bácsi, aki érezte ő is. Tehát érdekes, hogy azért érzik ezt ők is, és mondja, hogy nővérke, küldjön haza. Én ott akarok a nagy diófánál meghalni. Tehát, hogy haza szeret, mindenkinek a haza, az otthoni környezetbe szeretnének. Hogyha a demenciáról beszélgetünk, akkor ott van-e olyan érzésed, hiszen ugye érző lélekkel rendelkezünk, hogy elgondolod, mondjuk látod a, nem tudom, az adatlapján, vagy hogy nevezitek ezeket a papírokat, amiket kitöltötök, hogy azért gondolom abban benne van, hogy ő ki volt, mi volt, valamennyire szűken csak megvan az ott adva, és hogy milyen érzés látni, hogy mondjuk tegyük fel, egy nagyon okos, intelligens emberből a végére ez lesz. Igen, volt történészünk, vannak orvosok, állatorvosok. Igen, érdekes látni, hogy hát a sors, tehát születünk, meghalunk, tehát születünk, megöregszünk mindenkire. Én úgy gondolom, hogy ez már kinek milyen lehetőségei vannak az életbe, de igen, tehát ez az elbutulás, ez a demencia, ez nagyon, nagyon, nagyon fura látni, hogy úristen, nézzük az adatlapját, nézzük a betegfelvét, hogy úristen, ő történész volt. És hát szegényként már ugye nem úgy viselkedik, mint ahogy kellene, mert a demencia, egy középsúlyos demencia, azért ott már nagy dolgok vannak. Tehát ott nem tudja, hogy kiveszi körül igazándiból, kiabál, nem tudja, hogy hol van. Aztán van akinek, tehát ez a demencia, az a baj, hogy itt elbutul, ugye nem csak az agy, hanem a szerv is. Tehát ebbe így fárad el szépen, hogy elbutulnak a szervek is, felmondják a szolgálatot. De leginkább az, hogy csak bolyong, nézelődik, hogyha hívja őt a hozzátartozó, érdekes ez is, mert egy mondatot vagy egy szót megragadnak, például a nevét, és akkor azt ismételgetik, hogy mintha azt gondoljuk, hogy tudja, hogy kivel beszél, de aztán eltelik 5 perc, és már teljesen más, motyorászik, pakol, nem. Igen, ez egy nagyon csúnya betegség, ez a demencia. Nálatok pszichés betegek is vannak? Így van, igen. Pszichiátriáról is veszünk fel betegeket, igen. Van ott valami olyan történeted, amit el is mesélnél, ami úgy hatott rád, hogy szintén kíséri az életedet? Vagy megragad benned? Nem. Vagy félelmet keltett benned? Vagy azt mondod, hogy úristen, ilyen van? Nincs olyan. Tehát, hogy lehet, hogy ezt már csak azért, amit mondtam, hogy én már 30 éve vagyok. Tehát, hogy én a kezdetekben se emlékeztem, vagy emlékszem arra, hogy lett volna valami olyan beteg, akitől félni kell. Tehát attól, hogy pszichiátriáról érkezik a beteg a megfelelő gyógyszerekkel. Tehát, hogy ez kezelve van bármi is, akár egy paranoid skizofréni, tehát, hogy bármi kezelve van, gyógyszerrel be van állítva, nem kell ilyenkor félni, én úgy gondolom. És nem is volt olyan eset, hogy olyan nagyon szerintem megviselt volna, vagy megrázott volna. Nyilvánvaló vannak nálunk is olyan eszközök, amit, hogyha nem gyógyszeresen, akkor kötöző. Tehát, hogy ki kell kötni. Rögzítők. Tehát, hogyha olyan nagyon eldurvulna a helyzet, hogy most ütne, vágna, tehát, hogy önmagára vagy ránk veszélyt jelentene, akkor rögzítjük őt. De most olyan kirívó eset, olyan nem volt, hál' Istennek, hogy sérülés lett volna belőle, akár beteg, vagy akár nővér megsérült volna. Nem, ilyen veszélyes elemek. Nem. Akkor a te területeden, amikor itt eltávoznak ezek a személyek, akkor itt a hozzátartozóktól ti már nem azt kapjátok, hogy tehettetek volna többet, mint mondjuk egy orvos, uh-huh. Egy átlagos. Uh-huh. Van olyan hozzátartozó, aki a csodát várja. Igen, tehát, hogy fú, és megtettek mindent, és kapott infúziót, és mindent, és egyszerűen nem tudják azt, hogy az idő eljárt.
a szülő fölött. Tehát, hogy egy 94 éves beteget, én elhiszem, hogy még mindig ő vegyük ki, és ültessük ki, és, de hát fizikálisan már a képtelen. Tehát, és akkor, tehát ezt nagyon nehéz elmagyarázni nekik, hogy értsék meg, hogy el kell tudni engedni. Inkább itt az elengedés, hogy nem tudják elengedni a szülőket, a gyerekek, a családtag. Nagyon nehezen. Akkor tulajdonképpen te napi szinten láthatod azt, hogy szokták mondani, hogy amikor megszületünk, és maga tehetetlen csecsemők vagyunk, és itt ugye a végén a maga tehetetlen, mintha újra csecsemő Igen. lenne. Igen. Miért választottad ezt a hivatást? Nálunk ez ilyen fertőzés. Tehát nekem édesanyám Vácon a Jávorszky Ödön kórházba, a központi műtőbe volt vezető. Tehát én már gyerekkoromban ezt láttam, hogy anya megy, éjszakára megy, a műtőt, rengetegszer jártam bent a műtőbe, bevitt, megmutogatott minden. Úgyhogy így kaptam ezt, hogy akkor ez a pálya lesz. Egyébként az első szakmám az a kereskedelemről szól, és nekem a második szakmám az ápolás, az ápolónői, és még a családon belül van egy orvos is, ő a testvéremnek a lánya, ő doktorálta, és ő doktornéni. Tehát ez ilyen családi vonatkozás. Igen, lehet ez. Tehát akkor boldog vagy a hivatásodban? Igen, úgy gondolom, hogy igen. Amikor jön az utolsó pillanat a betegeknél, arról esik-e szó az átlagnál, hogy ő milyen temetést szeretne? Igen. Igen, hát itt is van, aki református, van, aki katolikus, van, aki abszolút elutas, tehát, hogy teljesen hozzánk jár be kórházlelkész, a Faragó Artúr atya, és vannak neki segítői, a lelki gondozók, hozzám az Elvira jár fel a 4-es szintre, és ő nagyon sokat segít nekünk ebben, hogy a betegekkel leül, na neki van ideje arra, hogy leüljön, megsimogassa a kezecskéket, és beszélgessen velük, hiszen ő, ha feljön neki, más dolga nincs is, pusztán csak annyi, hogy a betegeket lelkileg fölkészítse, segítsen nekik bármiben is. Tehát akkor ott esik arról szó, hogy milyen szertartást szeretne, igen, temetést igen, szeretne, hamvasztást nagyon, szeretne. Nagyon-nagyon faramúci a helyzet, hogy amikor mi felvesszük ugye a betegeket az osztályra, nekünk sajnos meg kell kérdezni azt, hogy ha majd esetleg megtörténik, hogy elhunyt a beteg, hogy akkor kit értesítsünk. Ugye az egyik az, hogy kit, a hozzátartozókból ott is, hogy a fiát, a lányát, vagy mindkettőt, és az, hogy milyen temetést. És hogy a temetkezési vállalkozó van úgy, hogy megválasztják, hogy ők ezt szeretnék majd. És akkor ők intézik ezt. Nem tudom hirtelen, miért jönnek ezek a képek, de amit érzékelek, és meg kell, hogy kérdezzem, mert eleve kíváncsivá is tesz, hogy aki bekerül hozzátok, azok között volt-e, akad-e olyan, aki már ugye rossz állapotban van, de mentálisan épp elmével, és hogy neki mondjuk fontos az, hogy megfésüljétek, vagy hogy jól nézzen ki még igen. az utolsó időkben is. Igen, igen, de nálunk ez a napi ápolás. Ez ugye, tehát, hogy én szeretem, hogyha egy beteget, régen minket ugye úgy tanítottak, hogy úgy nézzen ki az a beteg, ahogy te szeretnéd, hogy esetleg az édesanyád, vagy az édesapádat, ahogy te szívesen látnád. Nálunk az ápolás köré nagyon, tehát, hogy mi erre nagyon rámegyünk, hogy a beteg haja meg legyen mosva, a körme legyen vágva, a szájápolás, szemápolás, tehát, hogy mi erre nagyon-nagyon-nagyon odafigyelünk, és nem csak azt, aki még mentálisan tudja, hogy mitől, hogy nővérke, még van úgy, hogy szájfény, vagy bármi, hanem ugye, aki nem. Tehát azt is rendbe rakjuk, és úgy kell, hogy kinézzem. Ahogyha jön a hozzátartozó, akkor tehát azt lássa, hogy igen, oda van figyelve rá, és meg van ápolva. Kértek-e valaha tőled olyat? Tudom, hogy akkor itt az említett személyeknek a dolga ez, amit én most kérdeznék, de mondjuk tőled is kérhettek ilyet, hogy olvassál fel neki. Igen. Igen, de ezt is tőlem kérték, de mivel hogy az én feladatom
több rétű. Én ilyenkor mindig megkérem a lelki gondozót, és akár verseket, akár leveleket, amit a hozzátartozók beküldenek, azokat felolvassuk nekik. Igen, fotóalbumokat küldenek be hozzánk is. Egy emlékszem, mama, hogy ez mikor volt, az mikor volt, mutogatjuk nekik. Igen, ez működik, ez megvan. És akkor ebből kiindulva volt-e olyan történetet, hogy valaki kérte, hogy olvassál fel, de te ugye mondtad, hogy majd jön az, aki ezt megteszi, és közben ő eltávozott. Nem. Akkor ezt nem kell megkérdeznem, hogy volt a lelkiismert furdalásod. Nem volt ilyen. Ha időm van, akkor természetesen mi is felolvassuk éppen. Ugye most a Covid ideje alatt nem lehet, hogy a látogatók följöjjenek, mi vagyunk a kontakt, és amikor érkezik a csomag és benne egy levél, akkor az az első, hogy azt felolvassuk. Tehát, hogy megkapják, nyilvánvaló lehet, hogy azt mondom, hogy bepakolok a szekrénybe, és utána felolvasom, nem azonnal, de felolvassuk. Akkor most kérdezek egy olyan borzasztó kérdést, hogy vannak-e olyan személyek nálatok, vagy szembesülsz-e olyan történettel, amikor valakivel már nem tudnak mit kezdeni, és így direkt benyomják hozzátok, és onnantól kezdve, minthogyha nem is létezne, tehát nem érdekli őket, hogy él-e, hal-e, az se érdekli, amikor ő eltávozik. Hát nagyon ritka az ilyen, van, de nagyon ritka, hál' Istennek, hogy ez a teljes lemondás. Tehát, de itt is mi úgy próbáljuk ki sakkozni, hogy úristen, hogy itt mi történhetett a családban, hogy így belökik, beadják a csomagot, a tiszta ruhát, a bármit is, és utána csak egy hónap múlva hívnak fel telefonon, hogy igen, van valamire szükség. Tehát, hogy ott a személyes, tehát ott valami történhetett, mit tudom én, a fiú és anya között. Volt ilyen, és ott pont az volt, hogy az anyukáját rakta be, és úgy rakta be, hogy így álltunk az ajtóba, így néztünk, és azt mondta, hogy részt vettem az anyámhoz. Így rakta be. De utána meg is mutatta sajnos a néni, hogy azért nem abból a nagyon szeretetteljes néni ő, hanem azért tudott nagyon gonosz lenni, meg nagyon rossz indulatú. Tehát, hogy ott is leginkább ott a fiú és az anya kapcsolata mehetett el valamerre, de utána ránk is kivetült ez, hogy persze, mert mi is a fia pártját fogjuk meg, és akkor volt ilyen, és mondom, havonta egyszer hívott fel a fia, hogy szükség van valamire, küldjön be valamit, vagy volt ilyen. Nem tudom nálatok, hogy ez szokás, vagy nem szokás, hogy amikor így valaki bekerül hozzátok, van olyan, hogy már a temetési ruhát is be... Nem, nálunk nincs. Küldik? Nálunk nincs, az idősek otthonában szokás, kórházban nem szokás. Kórházban nem úgy mennek el. Az idősek otthonába kérhetik, hogy amikor elhunyt a néni vagy a bácsi, akkor mosdassák le, öltöztessék fel, és hogy úgy vigyék el a temetkezési vállalkozó. Nálunk, most mondhatom azt, hogy nálunk az a szokás kórházon belül, hogy amikor elhuny valaki, akkor ugyanúgy lemosdatjuk, rendbe rakjuk, szemét, száját, tehát amit kell, azt elvégezzük ápolás szempontjából, és utána egy hófehér lepedővel takarjuk őt le. Nálunk nincs öltöztetés. És amikor itt a ti osztályotokon bekövetkezik a vég, nálatok, lehet, hogy butaságot kérdezel, nálatok is megvan adva az, hogy még a 2 órát Igen. ki kell várni? Igen. Igen, 2 órát még ott van. Tehát azt mondom, hogy nem könnyű a te hivatásod, tehát én biztos, hogy nem bírnám, mert csak beszélve is küzdök a könnyeimmel. Mert igen, amikor én a Bonc terembe még bejárásom volt, akkor én nagyon sokat gondolkoztam ezeken a dolgokon, amikor láttam időseket, és így végigfutott az agyamon, hogy vajon ő ki lehetett, mi lehetett, mennyit tudott, milyen érzései voltak. Nehéz volt,
Tehát akkor te napi szinten ebben vagy. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma velem, és megosztottad velünk ezeket a dolgokat. Kicsit közelebb kerültünk a megfoghatatlanhoz. Köszönöm én is a meghívást. Aztán sok erőt kívánok neked. Nagyon szépen köszönöm neked is. Sok erőt és kitartást a további munkádhoz. Köszönöm szépen.